Ha nem láttad az előző videómat, akkor azt javaslom, hogy először azt hallgassd meg. De most nagyon röviden összefoglalom, hogy ott miről beszéltem. Azt mondtam, képzeld el úgy, hogy az agyad egy üveg. Az üveg nyakánál, ugye ennél a keskeny résznél pedig ül egy recepciós, akit úgy hívunk, hogy hipokampusz. Az ő feladata az, hogy az ide áramló információt felülbírálja, és kiválogassa, hogy mi a fontos, mi a nem fontos, és azokat küldi be a nagy főnöknek. De ő neki nyilván, hogy iszonya gyorsan kell dolgoznia, és valami alapján majd el fogja dönteni, hogy mi a fontos, mi a nem fontos. Nos, hogy ezt meg tud, ezért nézd meg az előző videót. A lényeg az, hogy ezt a mennyiségű információt, ami manapság már ér, ezt már lehetetlenség feldolgoznia. Ezt ő már nem győzi. Tehát nekünk mi lesz most a feladatunk, ahhoz, hogy gyorsabban és hatékonyabban tudj tanulni, ahhoz ezt a mennyiségű információt kell lecsökkentened, kevesebbet odaengedni. Hogyan tudod megtenni? úgy, hogy a telefonodat nem viszed be abba a helységbe, ahol tanulsz. Nem-nem. Az sem jó, ha ott van az íróasztalodon képernyővel lefelé fordítva. Mert ha csak rápillantasz a telefonra, elindul az aszociációs lánc az agyadban, hiszen az egyik gondolat szüli a másikat, és se vége, se hossza annak, ahol éppen tartasz, vagyis abból a fókuszált állapotból rántottad ki magad egyetlen egy pillantással, amiben nagy nehezen és hosszan belekerültél. Ugye nem hiányzik ez neked? A következő, hogy tarts szüneteket. Mikor tarts szünetet? Azt szoktuk mondani, hogy 20 percenként, fél óránként természetesen ezt a mennyiséget, vagy ezt az idő egységet kezeld rugalmasan, hiszen majd a tananyag fogja neked megszapni, hogy mikor tarts szünetet. Na, de mit csinálj a szünetben? És ez a lényeg, ne csinálj semmit. Nézz ki a fejedből, nézz ki az ablakon, hallgassd meg a madarak cs csicsergését. Tégy egy sétát, akár a szobádban, akár a kertben. Hajolj le és simogasd meg a kutyádat. Miért tegyed ezt? Azért, mert eközben megint időt adsz szegény szerencsétlennek, hogy elpakolja az információkat, amit oda halmoztál elé. A másik nagyon fontos időpont még a nap folyamán, az elalvás előtti időszak. Tudnod kell, hogy az agyad éjszaka is dolgozik. Nagyon rövid az az időszak, a mélyalvás fázisa, amikor nem munkálkodik, érted? Tehát elalvás előtt ne told megint ide elé az információkat, ami biztos vagyok benne, hogy sokkal érdekesebb, mint az a tananyag, amivel foglalkoztál, hanem pont, hogy tartsd csendben, és enged, hogy ez a hatalmas hegy eltűnjön reggelre, mire fölébredsz? Most ezek, amiket tőlem hallasz, ezek mind tudományon alap, alapuló tények, nem az én kitalációim. És a célunk egy: gyorsabban tud tanulni, fókuszáltabban és hatékonyabban. Ha szeretnél, További jó tanácsokat kapni tőlem a tanulásodhoz, akkor iratkozz fel a YouTube csatornámra, de már felkeresheted a weboldalamat is, hiszen több száz blogot írtam arról, hogy hogyan tudsz boldogabban, könnyebben és örömmel tanulni.